Az elmúlt héten tartották a fenntarthatóság hetét az iskolákban, melyek részeként a kiskörösi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában április 23-a a Remény Tíma napja volt. A kreatív foglalkozások mellett pedig egyúttal a Jeruzsálem a táncos kihíváshoz is csatlakozott az intézmény. Ez a Remény téma hete, ez a mai, vagy téma napja, ez a mai nap. Olvasás órán jelenik meg elsősorban, és technika, valamint rajzórán. Olvasás órán egy kis történetet kapnak, hozzákapcsolva ugye a tegnapi földnapjával, és ezt az olvasmányt dolgozzák föl. Rajzon, illetve technikán pedig egy szívecskét készítettek az osztályok, egyéni technikával megoldva, rajzva, festve, ragasztva, vágva. És ez a szívecske, ez a mai napon még meg fog majd jelenni a közös videóban, ugyanis egy osztályképet fognak vele készíteni, és ez lesz tulajdonképpen a zárókép a közös videónkban. A kihívás az egész iskolát megmozgatta, hiszen együtt táncolt 297 alsótagozatos diák, pedagógusok és pedagógiai asszisztensek is. Az összefogást méltóképpen tükrözte az egységes öltözet, melynél a színek jelzéssel bírnak. A kék, a fehér és a citromsárga árnyalatok mellett természetesen a remény színe is hangsúlyossá vált. A remény színe, az ugye a zöld, az is meg fog majd jelenni. Az osztályfőnökök igyekeztek úgy összeállítani, ugye vannak ezek az iskolai pólóink, azokba öltöztették a gyerekeket, és akkor így tulajdonképpen picit elkülönülnek az osztályok is. A tánc koncepcióját és koreográfiáját az iskola egyik tanítója és napközés nevelője, Néző Vivien tette kreatívvá. Elsőként a kollégáknak tanítottam be, és ők segítettek a többi osztályban is betanítani. Hát igyekeztem olyan lépéseket választani, ami mind nekünk felnőtteknek, mind a gyerekeknek is élvezhető, és nem úgy érzik, hogy ez egy nagyon nehéz mozdulat, és bonyolult összekombinálni. Ezért inkább keresztirányú mozgásokat nem nagyon tettem bele, csak egy-két helyen jelenik meg, mert ez a gyerekeknek kicsit bonyolultabban, nehezebben megy, de alapvetően nagyon jól vették az akadályokat, és minden egyes tesi órán, meg napköziben is kérték, hogy táncoljunk még, pedig addigra már legalább 10-szer eltáncoltuk ezt a koreográfiát, de még mindig volt energiájuk szerencsére. A koreográfia mellett a környezet teszi még színesebbé a Kevi alsósainak produkcióját, ugyanis a gyerekek több helyszínen is táncoltak. Mindenféleképpen kültéren szerettük volna, nyilván az iskolának benne kell lenni, tehát itt az iskolában három helyszínen, gyakorlatilag a három udvarunkon, tehát a sportpályán és a két játszótéren, innen a következő helyszín az a főtér lesz, a Petőfi tér, a Petőfi szobor környéke, onnan a Petőfi szülőházhoz megyünk, illetve a sétáló utcába, és egy osztály be fog menni még az evangélikus templomba is. A táncról készült teljes felvétel hamarosan megtekinthető lesz az intézmény közösségi médiás felületein.